Sportnál viszont maradjuk egy majd legjobb, hogyha senki nem emlékszik a saját esküvőjére. És ez nem kell mikrofon. Maradjuk annyiba, hogy a Lajosnak az esküvője az egyiket is érdekes volt, már a Kaltenbergben én törzs vendég voltam. De én nem nagyon szerettem oda menni volna ilyen nyakkendőkbe, meg bányám kinyel. Tehát én oda mentem a kis Martensenbe, a kis fekete ingembe, hát ők elájultak, tehát az a semmi gond nincs, mert szép vagyok. És maradjuk annyiba, hogy azt hiszem, hogy a Lajos azonnal válni fog, de azóta együtt él a feleségével, tehát gratulálok. Sőt, mi több, ha emlékeztek... Ha emlékeztek az első diaképre, akkor mondtam, hogy én is gyakoroltam azt, amit ott mutattak azok a bizonyos bocik, úgyhogy nekem három gyermeket sikert, Lassinak csak egy van, ha jól tudom. Aha. No, menjünk egyet tovább. Ez az ominózus 1990-es komputer karácsonyon készült, kicsit puritán módon felépített stand, akkor már tündökölt az 576 ilyen mindenféle szíma elemekből összerakott ilyen képződménnyel, de ez tetszett az embereknek akkor is, és általában egyébként az volt a jellemző ezeken a komputer karácsonyokon, hogy mindig valahogy nagyobb tömeg tömpölyögött a mi standunk előtt, mint az 576-nál, de mi ilyen egyszerűen adtuk elő magunkat. És mindig úgy időzítettük az újságkiadást, hogy akkor jelenjen meg az újság, amikor egy ilyen rendezvény van. Azt hiszem, hogy Sájnak is van ilyen megjelenésre valami sztoria, hogy miért nem mindegy, hogy mikor jelenik meg az az újság? Hát a mi első számunk annak idején, hát ez is 91, ugye? Jól tévedek, valahogy így. Első számnál volt egy kis érdekes történet. Kilencseket lehet, bocsánat, öreg vagyok, néha számokat téveztem. Na, száz szónak egy a vége, mi is valamiféle rendezvényre készültünk borzasztóan, hogy majd ott bemutatjuk az első szám hihetetlen. Elmentük a nyomdába, és szeretnénk, hogyha ezt kinyomtatnák. Megmutattuk a lemezt, nézték, hogy mi ez. Hát mondtuk, ez egy lemez, tehát itt szeretnénk, ha kinyomtatnák. Mondták, hogy felejtsük el, tehát miről beszélünk. Nem értették a dolgot, tehát találtunk egy levilágítót, aki végül is kinyomtatta, nagyon örültünk neki. Oké, elmentünk, itt vannak a nyomólemezek, tessék kinyomtatni, semmi akadálya, de hát nem lesz kész időben. Hát mondtuk, az lehetetlen, hát ez egy első megjelenés, hát ez hogyan lesz ez? Mondták, hogy hát meg lehet oldani, el kell menni az üzemvezető úrhoz. Hát elmentük az üzemvezető úrhoz, az azt mondta, hogy hát nem nagyon lesz ez meg, mert hogy itt előttünk van akár 50 ezer. Tessék? Hát mondta 50 ezer. Mondtuk, mi 50 ezer? Hát annyi lesz, mondta ő. Mi bementünk a bankba, két órával később visszavittük az 50 ezeret, és megjelent az első szám időben, nagyszerű egy világ volt, imádtuk. Köszönjük szépen, következő kérdés. Ja, mikrofon, Laci. Sajtól szeretném megkérdezni azt, hogy egész pontosan kitől tudták meg azt, hogy hogyan is kéne kiadni egy nyomtatott újságot? Ezt elmondtam az elején, képzeld el, nem voltál itt, csak a tested, testvérem. Egészen pontosan téged. Elnézést, volt egy csíkom kint. Igen. Ezt még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy szeánszok voltak, egészen pontosan a közismert Lili nevezetű nőszemélynél, ahol a ki az is? Kedves Lajost sikerült megismernünk, aki egyfolytában... Milyen Lajos? Lajos? Dehogy Lajost. A kedves kovbojt sikerült megismernünk, kis Lacit, és ő mindig erről beszélt. Ezért fizetlek? Ezért fizetnek, persze. Ezért nem fizetnek. Na jó, hülyeséget félre. Nem képzeld, hogy egy liter forintot is kapsz tőlem bármikor. Köszönöm szépen, a sörünket megisszuk. Tehát én elmondtam az elején annyira, hogy te itt osztottad, szoroztad a magadat a világba, és mindenki elhitte, hogy ez jó csinálni, ezt csak az újságot. Csak arra akartam kiukadni, hogy az egész történet arról szólt, hogy akkor én örültem, hogy ti is csináltok egy ilyen
újságot, Amiga újságot, és nem konkurenciának tartottalak benneteket, hanem ha jól emlékszem, barátok voltunk. Na, a történetnek nagyon érdekes pont. Mondjuk a kulcsúa? Voltunk. Pont. Hát én nem tudom, ez a voltunk, az csak... Jó, nem szívhatom a véletet. Na, szóval a történetek egyetlen egy lényege van, hogy igazándiból pont a kóval soha semmiféle konfliktusunk nem volt. Azért az mitől lett volna, én voltam helyzetben? 576-tal kapcsolatban volt egyszer egy nagyon kedves sztori, ez egyetlen egy mondat erejéig hagy mondjam el. Pontosan ugyanazzal a címoldallal jelentünk meg. Az ő hajójuk jobbról jött, a miénk meg balról. Baromi kellemetlen volt. Hát ez ciki volt egyszer, de ezzel soha nem, a kóval soha nem akadtunk össze. Ez egy fantasztikus dolog volt. Viszont elnézést kérek mindenkitől, ki a f***on találta ki azt, hogy barna borítóval jelenjen meg a gurú? Erre már nem emlékszem. Én még ilyet nem is láttam. Mert fekete borító az még oké, mert a temetkezési vállalkozóknak alapja. De barnával... Erre már nem emlékszem. A múlt homályába veszik. Egyébként még egy dolog, elmeséltem valakinek az imént, hogy Amigán szerkesztettük az első lapunkat, ugye ti PC-n szerkesztettétek, mi Amigán, és az annak... Teszem az LSI-be ott a PC-k. Igen, annak az a hátránya megvolt, hogy nem láttuk a színét a dolgoknak. Tehát konkrétan úgy szerkesztettünk egy lapot, hogy én nem láttam előre, hogy milyen színű lesz a lap. De Sáj, te egyébként is leengeded mindig a szemedet. Ja. Így viszont nem lehet semmi. Az egy pesgős dugó volt, nem a szemem. Na. És a történetnek az volt a lényeg, hogy mindig nagy meglepetések értek bennünket, amikor kinyomtatták a lapot, mert sem a színe, sem a mintája néha nem hasonlított arra, amit szerettünk volna. Én örültem is, tehát a lancs megnyugtattam. Hó, de jó, még egy szarúság. Na, haladjunk tovább szerintem. Bocsánat. Kérjük a következő. Ha valaki felismeri magát, akkor elnézést, mehetünk tovább. Lesz majd itt egy későbbi csatlakozónk, de most csak a feeling kedvéért, ugye Black and White kép az akkori színélettől 1991-ből. Ha jól emlékszem, Zsan, akkor ez egy szabadkai partiból készült képrészlet, majd erről még fogunk beszélni, mehetünk tovább. No, 1991. Ez már egy decemberi kép, mert minden évben volt komputer karácsony. Ezt megelőzően viszont a 91-es évnek az egyik ikonja az a bizonyos évkönyv volt, ami a KOV-nak az első évkönyve volt. És azért egy érdekes ez a téma, mert most pont 20 éve, hogy nyáron ez a bizonyos kiadvány, a KOV évkönyv 91 megjelent a piacon. És Misi, egy kicsit koncentrálj, mert most te is be fogsz lépni a képbe. Nem te vagy a képen, csak 1991... Vendel, igen, Vendel, Isten nyugosztalja. Annyit időznék egy sor elejéig, hogy Vendel a legjobb barátom volt. Két évvel ezelőtt eltemettük Vasnyálmirigy rákban. Sajnos nem lehet tudni, hogy kinek meddig van megírva a nagykönyv. Sajnálom, mert tényleg egy jó arc volt és nagyon jó haver. Amikor az első lányom megszületett, akkor Vendellel és a Lacival egész éjszakán át pókereztünk reggelig, és azt mondta a Laci akkor nekem, hogy ezt azért rendszeresíthetnénk, ezt a történetet. A Vendelő csak annyit szeretném mondani, hogy hihetetlenül bírom azokat az embereket, akik nem foglalkoznak azzal, hogy a külvilágnak mi a reakciója az ő viselkedésükre. A Vendel az tökéletesen ilyen ember volt. Tehát, amikor 1991-ben volt a komputer karácsony, oda jöttek hozzá ilyen emberek, nem láttad az SKC-t, ő nem tudta, hogy ez most miről szól, de hogy nem arra ment. Tehát egy nagyon jó ember volt, kár meghalt. Bocsánat, csak ennyit szeretném volna mondani a Vendelnek az emlékére. Köszönöm, nem kérem, hogy álljatok fel, és nem kérünk egy perces néma vigyázást, ez ma megtörtént korábban. Én sajnálom, mehetünk tovább egyen. Nem a Vendel.
A 91-es évhez kötődően szeretném egy pár mondat erejéig a Misinek adni a mikrofont, hogy emlékszik-e arra, hogy valamikor 91 nyarán, amikor ez a bizonyos kovérkönyv megjelent, azt megelőzően megjelentünk Göd alsó, Göd felső, valami Göddel kezdődő település, utána emlékszem, és ilyen földutakon mentünk, emlékszem, és egyszer csak úgy megérkeztünk valahova, és akkor úgy Misi bácsival megbeszéltük, hogy kéne valamit rajzolni. Mert addig csak ilyen levelezésbe tartottuk a kapcsolatot, tehát amik megjelentek a kov első számaiba, az mindig így jött ilyen postán. Hát én miért emlékeznék rá, hogyha ott jártam a földút, én vezettem az autót. Nem emlékszem már. Mi volt ez? No, tehát én azt gondolom, hogy végül is jó arcokkal vagyunk együtt, már akkor sem emlékeztek rá, hogy mit csináltak, ahhoz képest jól sikerült, mert elég sok számot megértek ezek a grafikák, és Laci ezek szerint akkor tudta a legjobbat írni, amikor nem emlékezett rá, hogy mit ír, a Misi akkor tudta a legjobbat rajzolni, amikor nem emlékezett rá, hogy mit rajzol. Ne ezünk tovább. Nem. Akkor nem emlékeztem, hogy mit ír, akkor te szóltál. Igen, mit is ír? Mit is ír, hogy is írják? Emlékszel a Lákusz arra, hogy hogy leégett a hátunk, amikor Emittendát számoltunk a Dandár utcában? Nem igazán, mert te soha nem jól a Dandár utcában. A Dandár utcában én vettem át a Emittendát, ezért volt ebből a haszkó. Aha. Na de hogy volt az, amikor 576 keveredett a Emittendába? Hát én átvettem azt is, b***nek. Hát ez a semmi gond nem volt. A lényeg az, hogy a történet arról szólt, hogy itt van 3700 darab, én megmondtam hogy hívták, valamilyen Erzsi volt. Hogy hívták? Mindegy, valamilyen Erzsiát megmondtam, hogy hát találtam 3700 darabot, tehát itt van 1200 darab. És akkor azt számlázzák le. Én úgy látom, hogy ezt nem igazán látja a tisztelt közönség. Tehát akkor megismételem. Annyival számoltak el, amit eladtak. Mivel hogy semmiféle kontroll nem volt arra, hogy mennyit veszel vissza, viszont a kontroll meg az elszámoláshoz az volt, hogy mennyit vettél vissza. Itt én azt mondtam, hogy hát én visszavettem 1200 darabot, miközben 3700 darabot vettem vissza. Amit később eladtunk. Kezd már én. Azt mondjam, Misi, hogy nem. Lajos, visszaadom, mert úgy látom, ez a te pály. Nem, a Laci azt akarta elmondani, hogy valamiből finanszírozni kellett ezeket az évkönyveket is. Tehát forrás kellett rá találni, na. Csak nem tudta körmutatókban megfogalmazni a lényegét. No. Ez a matek soha nem megy senkinek. Igen. Múltkor a jogi képviselőnk azt mondta a cégjegyzék számra, hogy Jézus Mária, mikor ez a cég, mondom, 1991-es, és még létezik? Hát mondom, az ilyen trükkökkel meg lehet oldani, hogy mai napig létezzen a cég. No, 1992 és 93-ra tehető az úgynevezett második fázis. Ez számomra egy elég fájdalmas fázis volt, mert bár lehet, hogy sokan nem látták, vagy nem érezték a KOV történetében, de valamikor tavasszal 92-ben Laci azt mondta nekem, hogy jobb dolga is van, mint a újságot szerkeszteni, és valami más irányba akar. Hogy volt ez, Laci? Mikor egyszer csak kijöttél hozzánk Óbudára, hogy fel is út, le is út. Amíg valami osztálybiztosító jött, azt mondta, hogy most akkor csinálj meg kicsit egyedül, mert te mással akarsz foglalkozni. Megleírást? Aki küld játékleírást, az kap egy doboz lemezt. Hát ez meglehetősen szar egy országos újságnál. Hogy ez miért volt, az meg már régi történet. Bocsánat.